Sok szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait mai sajtótájékoztatómon, melynek témája az Európai Unió források helyett sarcot küldött hazánknak. Azt gondolom, hogy szégyenletes és egyben sokat elmondó az, hogy az Európai Néppárt, vagy inkább fogalmazhatnék úgy, hogy a szebb napokat is látott Európai Néppárt, amely éppen most fogadta köreibe Magyar Pétert és a Tiszaféle formációt, üdvözölte már azt a döntést, amely szerint Magyarországnak 200 millió eurós büntetést kell fizetnie egy kötelezettségszegési eljárás véget az Európai Uniónak, ami 80 milliárd forint. És azt gondolom, hogy ez azért vérlázító leginkább, mivel Magyarországnak az egyéves befizetési összege az 660 milliárd forint, tehát nem, hogy a jogos forrásokhoz nem jutunk hozzá, nem elég, hogy hazánk fizeti a hozzájárulását az Európai Unióhoz, de még egy ilyen 80 milliárd forintos büntetést is kieszeltek, és gyakorlatilag most már jogorvoslat nélkül kilátásba helyeztek Magyarország számára. Ha megnézzük, akkor egy óriási nagy szám, és nem elég, hogy az uniós forrásokhoz nem jut hozzá a kormány, hanem még ezzel is nehezítenék az ország és az állam működését. És hogyha nem akar fizetni a magyar kormány, erre is van eshetőség az Európai Uniónak, hiszen akkor egész egyszerűen azokból a forrásokból, amiket egyébként sem fizetnek, ki fogják visszatartani ezt az összeget. A Mi Hazánk mozgalom egyértelműen azt az álláspontot képviseli, hogy amíg Magyarország nem kapja meg a neki jogosan járó forrásokat, addig nem, hogy büntetést ne fizessen, de az uniós tagsági díjat se fizesse, a hozzájárulás se fizesse, hiszen nem normális állapot az, hogy amíg az unió sarcot küld hazánknak, addig Magyarország tovább pénzeli például azt a háborút, ami a keleti szomszédunkban zajlik. Mi úgy gondoljuk, hogy ne az európai emberek, ne az európai állampolgárok fizessék meg ennek a háborúnak az árát, az pedig egészen botrányos, hogy ez a kötelezettségszegési eljárás az azért indult hazánk ellen, mert egész egyszerűen mi nem vagyunk hajlandóak elfogadni azt a migráns kvótát, amit ránk szeretne erőltetni az Európai Uniós vezetés. Mi nem szeretnénk Nyugat-Európa sorsára jutni, mi nem szeretnénk azt, hogy mondjuk az Egyesült Királysághoz hasonlóan mondjuk India gyarmatává váljunk, hiszen nagyon úgy néz ki, hogy egy történelmi pólus csere történt, még több mint 100 évvel ezelőtt az Egyesült Királyság gyarmata volt India, de most nagyon úgy néz ki, hogy India gyarmatává vált az Egyesült Királyság. Mi másabb jövőt képzelünk el Magyarországnak, és mi másabb jövőt képzelünk el a magyar embereknek.